Szép napot kívánok mindenkinek, elérkeztünk egy következő videóhoz. Ha nem láttátok az előző Dysonos videómat, akkor le tudjátok itt csekkolni, amit az Airprep-ről készítettem. Viszont megígértem, hogy csinálni fogok nektek egy videót a másik hajformázó eszközömről, ami nem más, mint a Dyson Corel hajvasaló. Csak hogy mindenkinek tiszta legyen, még mindig saját pénzen vásárolt termékről van szó. Hajvasaló. Ha valaki nem látta volna még, akkor ez az első vezeték nélküli hajvasaló a piacon. Az Airwrap-pel ellentétben ennek nincsen doboza, hanem egy hőálló kis utazó tatyja van, amit nyilván itt láttok. Hogyha ezt kicsomagolom, itt van maga a hajvasaló. Ezen kívül van a csomagban egy tartó és töltő, ahogy látjátok. Itt alul illeszkedik össze, és töltődik. És természetesen a töltőhöz szükség van kábelre is, amit itt láthattok. Ez pedig ugyanúgy, mint minden más, mágnesesen lehet csatlakoztatni és összekapcsolni a töltővel. Megpróbálok nektek beilleszteni kis videót arról, hogy miért is különleges ez a hajvasaló. Nem biztos, hogy látni fogjátok így, ahogy mutatom, de közelről nagyon jól lehet látni, hogy maga a lap az nem olyan, mint az összes többi hajvasalóban egy egységes lap, hanem fel van bontva kis részekre, és hogyha megnyomod egy adott helyen, akkor egy kicsit besüpped, ami azt eredményezi, hogyha a hajadat közé rakod, és összenyomod a hajvasalót, akkor egy az, hogy van egy kis rugalmasság benne, kettő pedig, hogyha vastagabb a haj, megpróbálom így mutatni, akkor látjátok, hogy mozog ez a felület, ami azt eredményezi, hogy nem töri meg a hajat, és nem rongálja annyira. Nyilván, mivel ebben is aksi van, elég nehéz, de kezelhető. Az aksián én azt veszem észre, hogy egy hajvasalást bőven kibír, hogyha fel van töltve maximálisan, viszont ha véletlen félig feltöltve kezdek el hajat vasalni, akkor jobban szeretem ebbe lerakni menet közben, amíg leveszek új részt, vagy felkötöm a hajam, vagy eltűzöm, vagy bármi ilyesmi, mert addig is tölt, és olyan még nem volt soha, hogy meg kellett álljak a hajvasalás közben azért, mert lemerült volna. De nyilván nem bír órákat. És akkor nézzük kicsit részletesebben. Ahogy látjátok, hogyha ezt a kis kapcsolót, gombot lehúzom, akkor záródik össze, ha feltolom, akkor nyílik ki. Itt van rajta a bekapcsoló gomb, amit egyszer hosszan kell megnyomni ahhoz, hogy életre keljen a kis készülékünk, és ezután a plusz és a mínusz gombbal tudjátok állítani egyértelműen a hőmérsékletet. 165, 185 és 210 fokos opcióink vannak. 165 és 185 fok több, mint elég. Úgy veszem észre egyébként magán a készüléken, hogy alacsonyabb hőmérsékleten is jobban vasalja a hajat, mint a rendes hajvasalók, hatékonyabb. Még mielőtt elkezdenénk hajat vasalni, viszont szeretnék elmondani egy kis érdekességet, ugyanis, hogyha fordigatjátok a készüléket, akkor láthatjátok, hogy van rajta egy repülőgép kis embléma, ami azért van, mert aksi van magába a hajvasalóba, tehát hogyha repülőgépen utazol, akkor nem feltétlen biztonságos, de egy kicsit rásegítettem előre, de hogyha ezt fogjátok, és így kihúzzátok felülre, remélem, hogy látjátok rendesen, a tokban van egy ilyen kis kiegészítő, és mivel hőálló a tok, ezért egyértelműen ezt akármikor beletehetitek, hogyha forró, akkor is. Megfogjátok ezt a kis teget, bedugjátok a kábelhez. Elég nehéz a levegőben csinálni ezt. És eldugjátok a kis csatlakozót, majd összecsukjátok, és lezárjátok. Elteszitek a helyére és becsomagoljátok, akkor teljesen biztonságosan tudjátok repülőgépen is szállítani. Ez egyébként, hogyha ki van húzva a kis zsinórja, azt eredményezi egy teljesen, látjátok, hatástalanítja az aksit, nem lehet használni a készüléket, úgyhogy totálisan biztonságos repülőgépen szállítani. Ezután viszont, hogyha újra szeretnétek használni, akkor visszadugjátok a kis repülőgépikont, bekapcsoljátok,
beállítjátok a hőmérsékletet, és már használhatjátok is. Úgyhogy azt ajánlom, hogy 185 fokra állítsuk is be a hajvasalót. Várjuk meg, hogy felmelegedjen, ami egyébként egy elképesztően gyors művelet, már most érzem a kezemen, hogy melegszik. Szerintem fél perc szokott lenni. Ennyi idő volt, és már fel is melegedett. 185 fokon maximális töltöttségen készen áll a használatra. Úgyhogy, ahogy látjátok, a hajam igazán nagy szükségében áll egy hajvasalásnak, úgyhogy kifésülöm a hajam, felkötöm, leválasztom az első részt, és vasaljunk is hajat. Csodálatos, fantasztikus leválasztásnak lehettek szemtanúi. Ahogy látjátok, egyébként most, hogy kifésültem a hajam, fun fact, ma még nem fésülködtem. Viszonylag egyenes. Tegnap az ervetnek az egyik egyenesítő fejével szárítottam meg a hajam, viszont utána a cofba kötött hajjal aludtam. Úgyhogy egy nagyon picike kis ív van benne. Viszont szeretném, hogyha teljesen, totálisan szögegyenes lenne a hajam, úgyhogy ezért vasalom ki. Nagyon sokan, amikor hajat vasalnak, akkor egészen nagy részeket fognak be és kezdik el kivasalni. Hogyha nagyon sietek és csak egy picit szeretnék rávasalni a hajamra, akkor én is így szoktam csinálni, viszont ez nagyon nem jó megoldás, ugyanis ha nagy részt választasz le, akkor valószínű, hogy többször át fogsz menni az egészen. Hogyha azt szeretnéd, hogy gyorsabban és szebben ki legyen vasalva a hajad, akkor sokkal jobban jársz, hogyha kisebb részt választasz le, lassabban húzod a hajvasalót, és csak egyszer kell átmenni rajta, kevésbé is roncsolja a hajad, és egyébként gyorsabban is kész leszel. Annak ellenére, hogy az lenne az észszerűbb, hogyha nagyobb részeket veszel le, akkor haladsz jobban. Na, lássuk. És ami egyébként nagyon érdekes, hogy nem tudom, hogy mit csinál ez a hajvasaló, de olyan puha lesz utána a hajam. Nem hiszem, hogy sokan vannak olyanok egyébként, akik soha nem vasaltak még hajat, viszont lehet, hogy látni fogjátok, hogy egy kicsit gőzölni fog a hajam, ami azért lehet, mert azok a termékek, amik bele vannak kenve a hajba, azok ilyenkor elpárolognak, nem füstöl a hajam és nem fog kigyulladni. Így néz ki a kivasalt tincs. Láttátok, hogy egy húzással totálisan ki lehet vele vasalni, és nagyon-nagyon szép, egyenes, szögegyenes lett tőle a hajam. Nagyon puha a vége, egyáltalán nem szálkás, nem érződik száraznak, sőt. És ami nagyon érdekes, és nem tudom, hogy az hogy lehet, nagyon ritkán, csak párszor használtam a 210 fokos funkciót, viszont azután is, hogy végigmentem rajta, nem olyan forró a hajam, mint hogyha más hőformázó eszközzel ugyanilyen hőfokon csinálnám. Az első választék készen is van. Két dolgot szeretnék gyorsan elmondani. Az egyik az, hogyha megnézitek, nagyon vastag egyébként. Nagyon szép a dizájnja, de nagyon vastag, viszont ami érdekes, hogy soha nincsen vele problémám, hogy a legkisebb részekre is odaférjek, akár hajvonalban, akár láttátok itt alul a babahajaimnál, fülem mellett, nincsen olyan rész, ahova nem lehet vele odaférni, annak ellenére, hogy igazából duci. Tisztában vagyok vele, hogy ennek is elképesztő ára van, és teljesen elmebeteg. Nem is mondom azt, hogy vegyetek ilyet. Ha megvan rá a pénzetek, és semmitől nem veszitek el, és vágytok rá, vegyétek meg, kényeztessétek magatokat, fantasztikus készülék, viszont vannak hasonlóan jó minőségű hajvasalók olcsóbban. Tény, hogy ez jó pár lépéssel az összes felett van, de vannak hasonlóan jók. Viszont arra nagyon figyeljetek, hogy a hőformázás szinte elkerülhetetlen. Valamilyen módon mindenki hőformázza a haját, de mindenki nagyon szeretne vigyázni is a hajára, főleg a jelenlegi hajmániás TikTok trendekkel. És az egyik módja, hogy minél jobban vigyázzatok a hajatokra, az az, hogyha jó minőségű készülékeket használtok, ugyanis egy jó minőségű hőformázóval sokkal kevésbé roncsoljátok a hajatokat, mint egy 5-10 ezer forintossal. Megjött Bence. Most azokat mutatod be, amiket kaptál ajándékban? Elmondtad az előbb, hogy magamnak vettem. Magamnak vettem, mert yeah, a Dyson a fejemre, és a Dyson utál valamiért, pedig én nem tettem semmi rosszat. Utálnak, mégis hallgatnak és néznek.
Őket az érdekli, milyen a hajam is, hogy... Ezt még sosem mondtam el, de most, hogy itt vagy, vendelek egy kicsit. Nem, ez a nagy csatornámra megy ki. Képzeljétek el, hogy még a porszívó előtt engem megkeresett a Dyson, hogy szeretnének együttműködni. Rendeld őket! Dobjad! Szólnak, hogyha lesz együttműködés. És mikor vettem a porszívót? Karantén elején valamikor, májusban, azt hiszem. Azóta szólnak, hogy szeretnének együttműködni, azóta, de ez még semmi. Azóta mindenből vettünk egyet, és még így se. Azóta háromszor szóltam nekik, hogy szeretnék terméket venni. Ne adják ingyen, csak adjanak egy kis kedvezményt. Na? 10%-ot kaptunk. Négy terméket vettünk. Hát négyet? Akkor, akkor mennyit vettünk? Hármat? Akkor igen, szerintem igen. Utána meg megvettük a maradékot is. Na mindegy. De ez ne, hogyha a boltban nézik, nem az ő hibájuk. Őket nagyon szeretjük, mi segítőkészek minden. Csak egy kicsit érthetetlen. Itt a marketingben megy el a dolog valószínűleg. Na mindegy. Na rendeld őket, dobjad. Nem promó. Szerintem egyért. De jók a termékek, ezt megkérdezni. Igen, ez a legidegesítőbb az egészben, hogy piacvezető az összes cuccuk, és mindenből megvettük azt, amire szükségünk volt. Veszek fel a tagoknak pillanat, csak szólok. És, oké. Okay. És valószínűleg lassan porszívót is szeretnék váltani, úgyhogy ez a legidegesítőbb az egészben. De köszönöm, hogy elmondhattam, egészen jól érzem magam tőle. Úgyhogy most azt mondom, hogy előveszem a sorozatomat, és kivasalom a hajam többi részét is. Csinálok nektek egy timelapse-et belőle, és amikor kész van a hajam teljesen, akkor jövök vissza hozzátok. I'm sick of daydreaming, I just want the feeling of you in my bed. I'm down to just waste time, right below your waistline, want you by my head. I'm done with all this FaceTime, need some alone time, baby. You're always running in my mind. I'm sick of daydreaming, I just want the feeling of you in my bed. Can't spend time alone, give you my hoodie just so you can smell my cologne. Don't like all this distance, I want you close, I'm missing your existence. Fill my head with some clouds, baby. Fill my brain with some ecstasy. I'm sick of daydreaming. Dan. Brad Mondo Viper, egy fél kötőjel, egy punka, maximum. Silky smooth. Olyan egyenes és puha a hajam, hogy nem hiszitek el. Egy problémám van, rengeteg babahaj, nem tudom, hogy látjátok-e. És ha otthon lennék, akkor ez nagyon egyszerűen meg lehetne oldva, viszont mivel a stúdióban vagyok, így nem olyan könnyű. Nyilván, hol máshol, TikTokon láttam, alufólia, simán kercsből leszeditek, kicsit összehajtjátok, és azzal, hogyha lesimítjátok a hajatokat, akkor nincsen több antenna. Mit szeretnél, szíván? Így néz ki a hátulról és a hossza. El is kezdték kívül megint az építkezést, úgyhogy ez lenne a végeredmény. Folyamatosan tettem egyébként vissza a töltőre, és ahogy látjátok, még egészen a feléig sem ment le. Úgyhogy tényleg jól bírja az aksi. Ugyanolyan, mint az Airwrap, magatoknak kell eldönteni, hogy megéri-e. Én nagyon szeretem, rengeteget használom. Hajat még nem göndörítettem egyébként vele, úgyhogy arra kíváncsi lennék, hogy hogy működik. Lehet, hogy kipróbáljuk egy következő videóban. Írjátok le, hogy mi a véleményetek, írjátok le, hogy ti kipróbálnátok-e. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!